Valahol a messzi-messzi galaxisban, és most csak azok figyeljenek, akik szeretik a sört. Cégünk, a Berko és Berko Speciál Transport Kft. Ismét egy csodás feladatra kapott megbízást. A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. Megkeresett minket, hogy egy nagyméretű Horab technológiai tartályt a németországi Glückstadtból juttassunk el hozzájuk Sopronba. Több hetes egyeztetés után végleges szállítás a következőképpen lett kidolgozva. Folyami úton Gönyű kikötőbe érkezett a tartály. Így a közúti szállítás Gönyű-Sopron útvonalra korlátozódott. A szállítás három éjszakai etapra lett tervezve. Gönyű, Bakony-Szentlászló, Bakony-Szentlászló-Sárvár, Sárvár-Sopron. A szerelvény 33 méter hosszú, 5 méter széles, 6 méter magas, 70 tonna ösztömeggel indult el Gönyűből. Hosszú, izgalmas utazás várt ránk, közel 260 km, 28 településen keresztül, 4 villamosított vasúti átjárón át vezetett az utunk, válogatott akadályokkal tarkítva. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Munkatársaival szorosan együttműködve a következő előkészületeket kellett előre megoldani. Bakonyon a falvak között kellett közlekednünk, ahol előre a kereszteződések és a körforgalmak tábláit át kellett építeni, valamint az útvonalon a fák lombozatát külön szakkal a vállalkozóval, a közút környezetvédelmi mérnökének engedélyével fel kellett vágatni, hogy a magassággal ne legyen probléma. Munkánkat erős és gyenge áramhálózatok tarkították. Az EON munkatársainak közel másfél hónap előkészületi időre volt szükség, hogy a hálózatot felmérjék és a fogyasztókat időben kiértesítsék. Velük párhuzamosan a gyenge áramhálózatok tulajdonosai szintén felmérték saját hálózataikat. Ekkora volumenű hálózatbontás, visszaépítés, emelés, kapcsolás nem volt mostanában. Telekom, Vodafone, Digi Invitel, Cellkábel, Falu TV, Wavenet, Vidanet, PR Telekom, Hírszak. Utunk során ezen szolgáltatókkal közösen végeztük a szállítási feladatot. Jöttek velünk, előttünk, mellettünk, mögöttünk, és kapcsoltak, emeltek, kötöttek, míg mi haladtunk. Első este hatalmas esőzés és felhőszakadás nehezítette utunkat. A villamosított vasúti átjárókon csak a MÁV és a GYESEV engedélyével haladhattunk át szoros időkapus vágányzár mellett. Szakfelügyelet, felső vezetékes kiszolgáló motorkocsi, valamint a hozzátartozó személyzet szakszerű közreműködésével. Az utunk során Pápán és Sopronban a közlekedési jelzőlámpákat is el kellett fordítani, melyet a Svarkó szakemberei végeztek. A felmérés során a 84-es főúton kópháza előtt a rúdíszedő ellenőrző védőkapu is akadályt képzett. Az út feletti portálkapu magassága miatt nem fért el a szerelvény, így ideiglenesen le kellett bontani, majd visszaépíteni. A NUSZ ZRT, Vícel ZRT engedélyei és hozzájárulásait hosszas egyeztetés után megkaptuk, majd kijelölték azon szakalvállalkozót, aki ezen kamerákat leköthetik és a visszaállításával és kalibrálásával hivatott foglalkozni. A portál elbontása és elszállítása, valamint a visszarakása is a mi feladatunk volt, melyet a Berko Daru Kft. Közreműködésével oldottuk meg. Bontás és helyreállítás, a forgalom félpályás lezárása, az emelések teljes pályázár mellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján balesetmentesen történtek. A forgalomtechnikai terveket a Magyar Plasztilút Kft. Készítette és engedélyeztette. Teljes útzár időszakára a soproni rendőrkapitányságtól kaptunk segítséget. Az üzemeltető írásos utasítása szerint a helyreállítás után geodéziai visszamérést és dokumentálást is kértek tőlünk. Saját csapatunk, akik a tréler mozgását segítették, két darab táblás szakkísérőautó, két darab kísérőautó, egy szervízautó és a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrkapitányság munkatársai egy kékvilogós, megkülönböztető jelzést használó járőrautóval. A megrendelőnk és a mi örömünkre a szállítás pontosan a tervek szerint lezajlott.